örömmé. A Palace zenekar új klipjét láthattátok, Polaroid címmel, megérkeztek a srácok, nagyon örülök nektek, sziasztok! Azt hallottam rólatok, hogy minden interjúra sütivel érkeztek, és hát nem kellett csalódnom, mert hoztatok, remélem, nekem valamit, azt úgy nézzük meg gyorsan. Abszolút. De jó fejek vagytok, megszagolhatom? Abszolút. Kettőféle muffin található a dobozban. Egy sima csokoládés, illetve egy kókuszos csokoládés muffin. És mindkettő vegán. És ezt ki sütötte? Barátnők. Barátnők. Szuper. Akkor mondtam volna, hogy aki sütötte az engem, megvette el az interjúra. Fogok adni másnak is, csak addig itt marad nálam, jó? Na, beszéljünk a dalról, meg a klipről. Én úgy tudom, hogy ez mondjuk másfél vagy két évvel ezelőtt íródott ez a dal. Elég különleges körülmények között, meséljetek erről. Így van, a dal egy nyáron született, és mi a balatoni nyárműsorba Ott találkoztunk először, és ennek a forgatási szünetében leültünk, és pötyögtünk a gitáron, és ott született meg a dalnak az alapja, úgyhogy nagyon... Igen, hogyha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy 3 számot játszottunk a műsor elején, közepén és végén, és emiatt nagyon sokat kellett ülnünk, és akkor ott pötyögtem a gitárral, és akkor ott felvettük hangrögzítőre, és később megcsináltuk. Igen, emlékszem, mert ott viszonylag sokat üldögéltünk egymás mellett, és ez a dal azért jóval vidámabb, mint az eddigiek. Ez a nyár miatt alakult így, vagy mostantól ez koncepció lesz? Nem volt koncepcióba tervezve, igazából ez jött belülről. Tehát amikor a számot írtuk, akkor ez az érzés vitt el minket, és ezt a szövegbe is próbáltuk megmutatni. Igazából, ahogy íródott a szám is a balatoni nyárban, nagyon benne voltunk ebben a nyári feelingben, és egyszerűen ez a pozitív hangvétel volt magától értetődő, de egyébként nem kötjük magunkat csak ehhez a hangvételhez, tehát úgy gondoljuk, hogy mindenféle számokat fogunk még a jövőben írni. Persze, de azért egy ilyen elég vidám dal is kell, és a klip is nagyon vidám lett, meg színes, én imádom. Tényleg nagyon-nagyon jól sikerült. Na, ezt kitaláltak, én tudom, hogy ti csináljátok ezeket, és én ezt szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ennyire tiétek a produkció, de kié volt az alapötlet? Hát az alapötlet igazából az úgy jött, hogy összeültünk 4-en, és kitaláltuk azt, hogy minden sorra, hogy mit lehetne megcsinálni. És nagyon jó volt, mert a Matyék összerakták az összes szethez az összes ruhát, és igazából így bezacskózták már előre, minden flottul ment a forgatáson, és együtt kitaláltuk az egészet, szóval teljesen közös minden. Igen, közös projekt volt. Kinek és a Matyi vágta egyébként. Pont ezt akartam kérdezni, és ki az operatőr? Az operatőr... Elek László. Barátunk. Mert hogy mi az operatőri munkához annyira nem értünk. Hát azért már a vágás is szerintem egy nagyon jó dolog, bár én tudnék vágni, de kinek melyik a kedvenc részed, a Tibi, neked melyik a kedvenc részed a klipből? Hát nekem személy szerint az a kedvenc részem, amikor a Puskás Petit láthatjuk a képernyőn. Az egy nagyon jó rész. Az a refrén. És nagyon-nagyon jó volt vele együtt dolgozni, nagyon barátságos volt, és rendes volt. Hálegnek az egész forgatás nagyon gyorsan sikerült. És ha már sztár vendégek. Gördülékeny volt az egész. Ugye a Petit láttuk, meg hát ugye ő is vegán, ha jól tudom. Így van, innen szerintem ez nagyon fontos közös ügy nálatok. Kik szerepelnek még a klipben, és miért pont őket kértétek fel? Az egyik legjobb barátomat kértük föl, Miskovics Marcit. Nagyon jó barátom. Meg zenéltünk is együtt. És még a Varga Viktor az, aki jött velünk. Illetve Őrs az AVS-ből, aki még mielőtt az AVS ugye tavaly berobbant volna a világ köztudatba. Igen. Mi már régebben játszottunk, amikor mi még metálosabb trúvonalat vittük, akkor játszottunk az AVS-sel még annak egy párszor is, tehát innen van egy ismeretségünk.
A vendégeiteket ilyen különböző karakterek bőrébe helyeztétek. Mi volt ezzel a célotok? Igazából az egész videóklip arra épül föl, hogy sok kicsi sztorit mutatunk be, és ezek a kis történetek reflektálnak mindig a szövegre, az adott szövegrészre, és úgy gondoltuk, hogy nagyon vicces lenne egy-egy ilyen szerep erejére híres embereket behozni a klipbe, és olyan embereket, akikkel egyetértünk, vagy akár barátok is vagyunk. Ha már a szöveget említetted, ugye beszéltünk a klipről, meg a dalszerzésről, amiben a szöveg rendkívül fontos. Mit szeretnétek üzenni ezzel a dallal? Ugye nekünk dalszöveg tekintetében nagyon sokszor megjelenik a környezetvédelem fontossága, vagy a testképzavarra való küzdelemnek a fontossága, és ez egy kicsit talán könnyedebb hangvételű számnak tűhet. Két értelmezése van, lehet romantikus két embernek a történeteként kezelni, és lehet amikor én írtam, akkor, vagy az saját részeim, mert azt képzeltem bele, hogy a négyünk, ugye mi 8 éve együtt zenélünk, és azok, amiken együtt keresztül mentünk, és hogy próbálunk itt fönnmaradni a könnyű zene vizén. Rendkívül tudatosak vagytok, és próbáltok példát mutatni, ha a környezetvédelemről beszélünk, ha a vegán életmódról. Mit szólnak ehhez a rajongóitok? Nagyon örülünk neki, mert nagyon sokan követnek minket ebben, és már hallottuk, hogy valaki azért lett vegán vagy vegetáriánus, mert hogy a mi zenénket hallgatja. És vannak olyan rajongóink, akin már tetoválás is van dalszövegből, és hát ez egy rettenet jó érzés. Tehát amikor ezt kapjuk vissza, akkor érezzük azt, hogy tényleg van értelme ezt csinálni, hogy az üzenetünk átjön, és hogy valamit tudunk közölni, ami fontos. Már csak azért is, mert minket is igazából ilyen zenekarok inspiráltak ilyen jellegű témáknak a felvételére, úgyhogy továbbadjuk a dolgot. Mivel készültök, a rajongókról beszélünk, a rajongóknak karácsonyra az oké, hogy hoztatok sütit, ez nagyon jó, de nekik sajnos nem adhatok, mert addig én megeszem mindent, szóval nekik mivel készültök? Tervezünk egy akusztikus koncertet, egy évzáró bulit, és azon kívül szeretnénk még egy új klipet csinálni, még decemberbe kiadni. És ez igazából azon múlik, hogy én megkeverem el addig, ameddig a Matyi kiutazik. Okay. Mert egyébként a videóklip már leforgott. Hát akkor ez, nagyon előre dolgoztok. Erről annyit elárulok, hogy most szülinapomra a srácok megleptek és elvittek Disneylandbe. Most volt a szülinapom. Nagyon boldog szülinapot. Köszönöm szépen. És ott forgattunk rengeteget Párizsban, és hát ehhez lesz köze. De ha már ennyire előre dolgoztatok, akkor bőven van időtök a karácsonyi menün gondolkodni, mit fogtok főzni, mert vészesen közelednek az ünnepek. Hát azt várjátok meg, hogy mit hozunk nektek a legközelebb. Jöttök akkor is? Hát ha jövünk. Hát hogyha a sütén múlik, akkor... Jó, esetleg, hogyha rendelés lehet leadni, de nyilván azért szeretnénk, hogyha az új klippel jönnétek, mert ugye lesz akusztik koncertetek is, úgyhogy akkor nagyon sok mindennel készültök a rajongóknak. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük. Gyertek máskor is, és remélem, hogy majd én interjúzhatok veletek, mert nagyon szeretem a sütét. Köszönjük szépen. Szépen.